Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Péter Falvi Attila, a NAIK elnöke. Elnök úr, üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Először nem lehet nem a betegségről, és nem az ön hivataláról beszélni. Van-e valami olyan kizáró ok, amikor a koronavírust próbáljuk megakadályozni, valakiknek az adatkezelésével, az adatok kiadásával? Vajon a polgárok kötelesek-e eleget tenni azoknak a kérdéseknek, hol, mikor, kivel találkozott, mire lehet ezt felhasználni, hogy lehet ezt garantálni, hogy ez csak kimondottan proper az egészségügyi célokra kerüljön? Igen, ebben a körben nyilván a jogszabályok biztosítják azt, hogy kötelező legyen az adatok kiadása, és azt is, hogy megfelelően védjék. Ugyanakkor már most igyekeztem elfelejteni, de a kérdésére egyből beugrott, hogy tegnap nagyon fölbosszantottam magam a Széchenyi fürdő közleményén, amely arra utal, hogy a GDPR miatt nem tudják megmondani, hogy a fertőzött lányok mikor voltak a Széchenyi fürdőbe. Az egy dolog, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mikor voltak a fürdőzők ott, de az is igaz, hogy vannak adatvédelmi szabályok, de így azt mondani, hogy a GDPR az oka, ez vagy fölösleges hangulatkeltés, vagy butaság. Egyébként a GDPR előtt se tudták volna megmondani. De most tényleg megkérdezem, hogy a diktatúrákat kivéve, de itt egy nagyon komoly, kemény diktatúráról lenne szó, hol tudják megmondani azt, hogy egy turista mikor van bent egy fürdőben, mikor hagyta el a fürdőt, melyik medencéből vándorolt. Tehát ehhez az kéne, hogy mindenkit igazoltatunk, és nyilvántartást vezetünk, hogy mikor lép be egy fürdőben, mikor nem. Tehát ez valami olyan nonsens megközelítés, minthogyha erre lenne lehetőség, és csak és kizárólag ez a rossz európai szabályozás az oka, hogy ezt nem tudjuk megmondani. Szeretném jelezni, nem szeretnék olyan országba élni, ahol ez így működik, de ezt félretéve, igen, megvannak a szabályok, nyilván se azonosítás nincs, se biometrikus arcfelismerő rendszer sincs, de hát ahhoz majd a szorbeli rendszerbe. Igen, tehát ez egy nagyon rossz megközelítés volt. Remélem, hogy fürdő elgondolkodik azon, hogy ekkora butaságot ne mondjon. Én azt mondtam volna a fürdő helyett, hogy volt ilyen betegünk, ezért az egész létesítményt újra sterilizáltuk, mindenkit szeretettel várunk. Így van, de hogy a kérdésnek azt a részét említsük, igen, hát ez nyilván olyan egészségügyi helyzet, olyan vészhelyzet, amikor mind az adatszolgáltatásra kötelezettek, kötelesek az adatokat átadni, és nyilván a kormány, illetőleg hát a megelőzés keretében jogosult karanténokat adott esetben elrendelni, és azt is lehet legális eszközökkel ellenőrizni, és adott esetben itt még mondjuk egy arcfelismerő rendszer is segíthet, videókamerás megfigyelés, hogy valaki, akinek kötelező lenne bent maradni egy lezárt területen, az elhagyja-e, vagy nem hagyja el. Nyilván ennek megvannak az okai, hogy ezt miért rendelik el, és itt nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az ellenőrzésre is. Ebből a szempontból a szabályozás, akár a GDPR, akár a nemzeti szabályozás, az minden eszköz megad a végrehajtó szervek számára, hogy a legfontosabb az egészségügyi helyzetre való tekintettel kötelező szabályozást vezessenek be, és ezeket ellenőrizzék is. Itt nem semmiféle akadálya
akadályt az adatvédelmi szabályozás nem jelent ebben a körben. Maximum, hogy az illető adatait a későbbiekben ugyanúgy kell kezelni. Így van, persze. Tehát a megfelelő módon. Azon esetben, amikor egy külföldi állampolgár megbetegedik egy idegen országba, vannak országok, akik úgy nyilatkoznak róla, hogy életmentés is, de csak akkor, hogyha az illetékes nagykövet közreműködik, ha nincs olyan állapotban a beteg. Nyilvánvaló, hogy itt a GDPR tartalmaz arra nézve rendelkezéseket, hogy akár az érintett, tehát ebben az esetben a beteg, akár más személyek védelme érdekében, létfontosságú érdekre való tekintettel ez egy adatkezelési jogalap lehet. Az, hogy az érintett személy mellé bevonják-e az adott konzulátust, vagy nyilván itt a kommunikálási lehetőség szempontjából is érdekes lehet, tolmácsigénybevétele, stb. De ez nem adatkezelési szabályokat jelent. Az adatkezelési szabályokat a GDPR, az európai szabályozás az biztosítja, hogy ebben az esetben lehet az adatokat kezelni, akár az érintett, akár más létfontosságú érdekvédelmére való tekintettel, és ebbe beletartoznak a különleges adatok is, hiszen az egészségi állapotra vonatkozó adatok azok szenzitív adatnak minősülnek. A minap egy nemzetközi konferenciára készültem, ahol egy nagyon érdekes kérdőívet kaptam, és kellett volna, hogy 4 ember ajánljon ahhoz, hogy a konferencia meghívott vendége legyek. És túlzottnak találtam a készségek kérdések mélységét. Elképzelhető, ugye itt több kérdés, nyilván részleteket is lehetne, vagy kéne ismerni ahhoz, hogy pontos diagnózis se tudunk fölállítani, vagy tudok ezekből az információkból. Itt nyilvánvaló, hogy egy konferencián való részvétel alapvetően hozzájárulásos adatkezelésen alapul, de ugyanakkor a konferencia szervezőjének is lehetnek olyan jogos érdekei, amelyek mentén bizonyos adatokat kér, szeretne megtudni. Itt a két dolog egyébként akkor összefügg egymással. Ez egy egyházi konferencia lett volna, a tanúktól kérdezték, hogy honnét ismerek, voltam-e első áldozó, és a többi. Tehát olyan kérdések, amivel én az elmúlt 67 évben még nem találkoztam, vagy származásom miatt, vagy és a tanúknak kellett volna bizonyítani, hogy jóindulatú, istenhívő, istentiszteleteken részt vesz. Ez egy érdekes kérdés. Ha fölmerült a GDPR után, hogy hogyan érinti az Európai Adatvédelmi Rendelet az egyházak adatkezelését. Hiszen számtalan olyan adatkezelés van az egyházaknál, amelyek az érintett hozzájárulásán alapulnak, vannak bizonyos jogi kötelezettségek is. De mondjuk, és azért szeretném említeni, mert lényeges különbségek is lehetnek. A katolikus, ha valaki katolikus szertartás szerint szeretne egyházi esküvőben részesülni, a házasság a katolikus soknál szentségnek minősül. Tehát akkor, amikor én elmegyek, és szeretnék egy katolikus esküvőt, akkor nyilván az adataimat önként megadom.
Volt ilyen ügyünk, hogy igen, és ha valaki elválik, töröltetni szeretné magát az egyházi anyakönyvből. Igen ám, de miután a katolikus tanok szerint ez egy szentség, ezért maga az egyház is jogszerűen tartja nyilván azt, hogy a házasság szentségét kiszolgáltatta vagy nem. Ebből a szempontból az egyház adatkezelésének a jogalapja a GDPR szerint az jogos érdeknek minősül, mégpedig egy olyan jogos érdek, amelynek az alapjai a katolikus vallásban rejlenek. Ha tehát tulajdonképpen a jogos érdek megjelenése az a katolikus vallási tanok, hogy a házasság a szentség. Ugyanez a, tehát itt tulajdonképpen nem kell a jogos érdeket külön bizonyítani. Ha ugyanezt mondjuk a protestánsokra néznénk, ahol a házasság nem szentség, ott csak megáldják a házasságot, ott ugyanígy az adatkezelésnek az alapja egy jogos érdek, de a jogos érdek mögé nem lehet betenni a tanokat, mert nem minősül szentségnek. A végeredmény ugyanaz, hogy jogos érdek a jogalap, de másként kell bizonyítanom, az más a tartalma a jogos érdek mérlegelési tesztnek, mert az egyik esetben mellé tudom tenni a vallási tanokat, a másik esetben nem tudom mellé tenni. Ezt csak azért mondtam példának, hogy ebben a körben nyilván ez működik. De egy konferenciánál, egy konferencián való részvételnél, hogy mennyiben igazolható az, hogy valaki milyen mértékben vallásos, volt-e első áldozó vagy nem, ez így első megközelítésre nekem furcsának tűnik. Itt nyilván az adatkezelőnek kéne igazolnia, mégpedig a jogos érdekmérlegelés keretében, hogy miért van ezekre az adatokra szüksége egy konferencia keretében, hiszen nyilván itt nem beszélhetünk olyan egyházi vallási tanokról, amelyeket mögé lehetne tenni, mint igazolás a jogos érdeknél. Itt folytatjuk legközelebb. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre. Kedves nézőim, akkor most következik Seres Attila újságíró. Vele a hét eseményeit fogjuk megbeszélni itthon és a távol-keleten. Tartsanak velünk!